Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Pont Televízió nézőit és a Pont Rádió hallgatóit. Kedves nézőink és kedves hallgatóink, egy olyan időszak kezdődik most a város életében, és a mi munkánkban is egy olyan időszak következik, amikor a jegyző úr szeptember 9-ére, ugye sajnálatosan Tóth Zsolt képviselő úr halála miatt rendkívüli választást írt ki városunknak a kertvárosi részében, kertvárosban, ugye Vágóhídi kertben és a Kétgárközi kertben. És a szeptember 9-ig elkövetkezendő sajnos már csak 4 hét, mert az idő az úgy rohan, ezt sorsolásos alapon úgy osztottuk föl az általunk ismert jelöltek között, hogy mindenkire sor kerülhessen, mert úgy éreztük, hogy ez így korrekt, és azt hiszem, hogy ebben biztosan nekik is egyetértenek velem. A sors úgy hozta, hogy első vendégünk nem más, mint Tóth Péter úr, akit azt hiszem, hogy nagyon sokan ismerünk, úgyhogy az önök nevében is nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöllek. Kedves Péter, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, tiszteletnek köszöntöm én is a stúdióban, itt üdvözölhetlek. Tévénézőket és a rádió hallgatókat. Köszönöm, Péter. Bár éppen a bevezetőben is már beszéltünk erről, hogy nem sok ember van, maradjunk annyinál, aki a környékben nem ismer, mert hiszen tényleg egy ismert arca vagy a közvetnek, meg a városnak is. Mégis szeretném, hogyha pár szóban bemutatkoznál. Mégis ki vagy te? Köszönöm szépen. Ez most olyan volt, bocsáss meg, mint amikor egy rendőr őrmester megkérdezi igazoltatáskor, hogy mondja meg, hogy van a kicsoda. Tóth Péter vagyok, 1975 márciusban születtem Mezőtóron. Hát ezt földítem el kellett mondjad, hogy tudjam, hogy igen, öreg vagyok. Már elmondtam, 40 éves. Azóta is itt élek, a Rozmarin utcában egy kisebb időszak volt, amikor az első utcában laktam és a alsó részen, de attól függetlenül húzamosabb időt itt töltöttem. Munkahelyem az egyik acélszerkezet és építőgyártó vállalatnál van itt Mezőtúron, ügyintézőként dolgozom. Van egy fiam, egy nevelt fiam, aki sajnos nem élnek velem, és röviden végül is a családi állapotomról ennyit élettársi kapcsolatban állok. Hobbim a horgászat és a méhészkedés. Így röviden a... Méhészkedés? Igen. Peti, hát egy hobbi szinten. 1000 éve ismerlek, és én ezt nem is tudtam rólad. Nem kell nagy dolgokra gondolni, egy olyan 10 család körüli. Tehát a méhek szúrnak egyrészt. Igen, de azt hagyján, miért ez jut eszembe, látod, mert a méhek szorgalmasak is. Igen. És a méhekre nagyon sok veszély így van, hát a mostani időszakban már egyre több olyan vegyszert használnak a mezőgazdaságban, ami ellen nyilván tiltakozik a méhésztársadalom, ami a méhek állományát tizedeli. Hát reméljük, hogy ezt is meg tudjuk oldani. Na, jól van. Olyan szokatlan most, Peti, ugye, mint mondtam kedves nézőknek és önök is, olyan csendes vagy. Én nem ilyennek ismertelek. Hát azért nem érik egy stúdióban. Na jó, rendben van. De ez a vendégség egyébként, amikor itt vagy nálunk, és ilyen céllal vagy itt, nyugodtan add magad, kérlek, mert ennél te sokkal harcosabb alkat vagy, tehát én azért ezt a kis visszafogott Tóth Pétert nem is annyira ismerem, úgyhogy majd most nem lesz. Petikém, de azt szeretném legelőzősebb bemutatkozás után megkérdezni, várjál kell itt nekem, hogy te már voltál Mezőtúrvárosnak az önkormányzati képviselője. Kérlek, beszéljünk erről az időszakról. Tehát nem úgy kezdett most ezt amennyiben a kedves választóknak az akaratából megbízást elnyered, nem úgy kezdenéd ezt a munkádat, mint aki abszolút nem konyít ehhez. Kérlek szépen, beszéljünk erről az időszakról. Időszak, két időszakról is pontosabban, mert akkor már te egy tanulási folyamaton túlestél. Ezt már megtapasztaltad, igen, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog. Tehát itt valamit meg kell tanulni, ahol semhol, amit sehol máshol nem tanítanak. Csak és kizárólag ott tudja, igen, az ember felszedni ezt. Beszéljünk erről, kérlek. Mikor volt az első ciklusod, milyen munkát végeztél, és a többi, és a többi. 2006-ban jelöltettek a Fidesz színeiben elsőnek képviselőnek. Ott megválasztottak, választott képviselő lettem. Ekkor még ugye Draskovics polgármester úr volt a polgármester. 2010-ben is ugye engem jelöltek a Fidesz színeiben, akkor is megnyertem a választást. Itt már a pénzügyi bizottság elnökeként tudtam
tevékenykedni. Ez 2010-től volt már, igen, ugye? Igen, 14-ig. Így van, 14-ben már nem. 14-ben a említett, és akkor most itt őszinte részvételt szeretnék én is kívánni a családoknak. Tóth Zsolt képviselőtársamot választották, mint jelölt. És nyilván akkor én itt háttérbe szorultam. A legfontosabb, amit én úgy érzem, hogy el tudtam érni a választók körzetben, az a, ugye mivel egyre idősödik ott a társadalom, szükség van a idősek gondozására, és egy napközi otthon létesítését szorgalmaztam évről évre, amihez pályázatot is nyert az önkormányzat. 2017 májusban lett aláírva ez a projekt. Azóta előkészítési folyamatban van. Sajnos a Mak József úti önkormányzati bélakásokat bontották le, és a helyére fog ez a idősek klubja épülni. Nagy örömükre a hídon túli időseknek, mivel ebbe a város részbe önkormányzati intézmény nincs. Nincs egy közösségi hely se, ahova mondjuk egy lakossági formot meg tudnánk tartani az ott lévőknek. És mást, amit meg tudok említeni, elkezdtem a játszótérnek a rendbetételét, úgy önerőből egy-két dolgot oda tudtam beszerezni, de sajnos a pályázati dolgokból kiesett ez a játszótér, úgymond játszótér. A járdaépítési, útfelújítási munkák folyamatosak voltak ez időszakban. Mondom, amit lehetett így szóban, tettekben elérni, azt én megtettem. Peti, nagyon át akarsz ugrani ezen a 8 esztendőn, pedig ez a 8 esztendő, ez azért nagyon sok. Tehát ez sok idő egy ember életében is, ráadásul meg amikor valaki a közösséggel dolgozik abban az időben, meg abban az időszámításban mérve meg még többet jelent. Hiszen ha többször nem is, de biztos, hogy havonta legalább 2-3 alkalommal ilyenkor van valamilyen vagy testesületi, vagy bizottsági ülés, vagy valamiféle olyan rendkívül találkozási lehetőség, amikor az embernek ott kell lennie. Igen. Tehát te itt elsoroltál 2-3 olyan elképzelést, vagy projektet, amit, és a kedves nézőknek mondom, hogy tudják, hogy ezek a folyamatok, ezek nem úgy mennek, hogy most okos emberként, bocsánat, hogy ezt így mondom, de kitalálom, és akkor holnap után itt megvalósul. Mikor foglalkoztál először ezeknek a dolgoknak a megvalósításával, megvalósulásával, és hogy érzed, hogy mennyire volt ez az út rögös, Peti? Te tudod, hogy mire gondolok? Mert itt szeretnék olyan tévhiteket eloszlatni, valamennyi kedves nézőnk és kedves hallgatónk, aki ilyesmire gondol, hogy ez nem kizárólag a képviselői szándékon múlik. És ez nálad is biztos. Igen, így persze volt. Mindig be kell tartani a fontossági sorrendet. Előtérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, felújításokat, amit mindenki érint. Szóval mindenkinek használva válik, nem csak egy rétegnek. Nyilván ezeket fontosabb megcsinálni. 2006-tól elméletileg ez már porondon volt ez az idősek klubja, és most 17-ben érkezett el odáig a dolog, hogy ez valahogy elinduljon, a tettek mezeire lépjen. Hát reméljük, hogy ez be is fog fejeződni hamarosan. Nagyon nagy terv a Berettyónak, a városi szakaszának a rendbetétele, helyreállítása. Ez külön, bocsánat, Pető, hogy közbevágunk, de erről majd külön szeretnék pár szót váltani veled, mert egyrészt ismerem a hozzáállásodat és a környezetvédelemhez, másrészt a közvetlen környezetünkhöz, és szeretném majd, meg egy fontos része, tehát ez elválaszthatatlan a körzettől, és elválaszthatatlan, ugyanakkor meg mégis elválasztja. Peti, szeretném azt megkérdezni tőled, hogy mi a véleményed most, ahogy átjövünk a városon, Kossuth téren, fölmegyünk a hídra, és utána tapasztalunk valamit. Én, igen, amikor ez múltkori adásunkban, kedves nézőink, akik megtisztelnek azzal bennünket, hogy figyelemmel kísérik a műsorunkat, tudják azt, hogy a polgármester úrral éppen beszéltünk erről.
hogy ne rejtelmeskedjek tovább, itt ez a 80-100 méteres szakaszról van szó, amelyik a híd túlsó közepétől a túlsó végéig tart. Igen. És polgármester úrral akkor pár olyan problémát vetettünk föl közösen, főleg ő, hogy én ezt úgy megresteltem magam, Péter, hogy itt most egy 80 méter útról beszélek, ami nekem, és feltételezem neked is, mert láttam a bólogatásodból, hogy valami biztos nem tetszik ezzel, de ugyanakkor meg olyan problémák vannak a város más részein, amik ezt szinte eltörpítik. De ugyanakkor annak a városrésznek és az ott élő embereknek pedig nagyon fontos. Igen, mert aki át akar jönni a városi oldalba, illetve a hídnak az erős oldalába, annak át kell jönni a hídon, át kell jönni vagy gyalog, vagy biciklivel, vagy... Hát előbb-utóbb gyalog is megy. Valamilyen járművel is észreveszi a változást, hogyha befelé jön, akkor ugye jobb lesz, hogyha a nyomai a hídon túli rész felemegy, akkor pedig ugye döccen egy nagyot az autó is. Vége van a sima útnak, hát ha már ott voltak ezek a gépek, ott voltak a szakemberek, akkor ezt a tényleg nem több száz méternél ezt az útszakaszt meg lehetett volna javítani, mert amikor leír egy kamion a hídról, tapasztaltam a múltkor, akkor szerintem a házak ablaka zörögnek, annyira érezhető ez a kátyú. Hát különösen, hogyha egy rakatlan teherautó megy végig, de még az Elkel-Ferenc útról, még majd megint csak később szeretnék, bocsáss meg, beszélni veled. Látod, ilyen, hogy vagyok, de most tényleg utána visszafogom magam, és tényleg hagylak kibontakozni. Tehát szeretnék egy fontos és kényes kérdést feltenni. De amivel tudtad, hogy hova jössz, egyrészt, hogy hozzám, másrészt, hogy a tabuk nélkülbe, így aztán gondolom, nem lesz ez nagy meglepetés. Most a Fideszből, a Fidesztől kiszállni, nevezzük úgy, hogy nem egy bölcs döntés. Miért volt ez? Miért hoztad meg ezt a döntést, hogy egy nyerő párt, ami bárhogy is szépítem a dolgot, hogy az ő jelöltje, egy kormánypárt mellé áll valaki mellé, az egy fél siker. Miért mondtad azt, hogy na köszönöm szépen, akkor idáig és aztán tovább nem? Hát ez egyrészt becsületbeli, lelkiismereti kérdés. Ez fontos. Én akkor abban az időben, amikor elsőnök, ugye 2006-tól 10-ig voltam fideszes képviselő, akkor az a Fidesz mentalitás, az a fideszes, hogy mondjam ezt, hozzáállás még tetszett. Ugye mindenki tudja, hogy amit akkor ellenzékben a Fidesz mondott és tett, azt most kormányon és hát kritizált, azt most kormányon megteszi. Ez nekem nem fér bele, ez az egyik oldala, a másik pedig személyes dolgaim is közre játszottak itt a városban, de azt erről most nem menjünk bele. Na, térjünk már vissza egy picit akkor erre amiért mi egyáltalán leültünk beszélgetni, Peti, de ugyanakkor mégis itt van bennem a kis ördög. Tudod, hogy itt Magyarországon, határainkon belül, ami magyarországi határ, jelenlegi határainkon belül él majdnem 2 millió olyan ember, aki nem Afganisztánból, meg Szíriából érkezett ebbe a hazába, hanem itt van közöttünk, és ugyanakkor mégsem képes az integrálódásra, lehetséges, hogy nem is akar, lehet, hogy nagyobb problémát jelentenek, mint a nem létező migrációnak és a migránsoknak a léte vagy nem léte. Erről mi a véleményed, mint gyakorlott képviselőnek, hogy ezt is hagyd tegyem hozzá, mert ebből azért neked megvan a megfelelő tapasztalatod, különösen én pénzügyi bizottságnak az elnöke, azt hiszem, hogy erről tudnál bővebben is többet mesélni. Hát, én úgy gondolom, hogy ez a téma, hogy nyilván a cigányokra, romákra gondolsz ezen a téren, nem a városi vezetésnek a feladata a teljes körű, hogy mondjam, integrálása, szabályozása, egyebek. Város szinten is meg lehet, lásd a polgármestert, most nem teszem. Bogdán László, nagyon szimpatikus ember. Aki úgy próbálja felzárkóztatni, és... De ne felejtsd el, hogy cigányként egyébként, van, cigányként a sajátjait. Így van, lehet, hogy jobban működik így, mint hogyha mondjuk egy... Mondjuk magyar, hogyha lehet így mondani, magyar vezetőjük lenne.
Így van, sok a teendő még ezen a téren. Én úgy gondolom, hogy a kormány eddig ez alatt a 8 év alatt nem ezen a téren sem működött helyesen. Olyan ember kezébe adta ennek az irányítását, akiről kiderült egy pár hír, pletyka, szerintem lény is, hogy nem arra használta fel azokat a forrásokat, amit erre a területre szántak neki. Nem tudom, ezzel kapcsolatban így ennyit tudok. Ez a véleményem, hogy ez most így, ez se halad jó irányban. Én meg azt mondom, ugye, hogy a Farkas Flóriánra gondolsz, aki viszont most is ötül a nemzetházában, és most is részt vesz a törvényalkotásból, de megint túlszaladtunk a mezőgúrnak a határa, és én köszönöm szépen, hogy vissza ráncigálsz mindig. Peti, minek lennél a következetes képviselője, képviselőként, minek lennél a képviselője, szép szójáték ez, a szigornak, vagy pedig a megengedőbb magatartásnak? Mire gondolok? A jegyző úrnak a talán legelső rendelettervezetei közé tartozott, most Enyedi Mihály jegyző úrra gondolok, tehát a új jegyző úrra, az első tervezeti közé tartozott az úgynevezett, ha jól emlékszem, a szociális együttélés szabályozásáról szóló rendelet, amely egy kifejezetten nekem szimpatikus, korrekt és kemény rendpárti rendelet volt. És ma is érvényben van természetesen. Te ezt támogatnád inkább, vagy valami más megoldást? Mindent lehet támogatni, Kálmán. Nagyon szép kis törvénytervezeteket, meg határozatokat lehet hozni ezzel kapcsolatban. A hangsúly mindig azon van, hogy betartják-e ezt, meg betartatják-e ezeket a törvényeket. Ezért kérdeztem, hogy rendpárti akár, vagy megengedő akarnám. Inkább rend. Ha tőlem megkövetelik a rendet, meg tőled is, akkor követeljük meg másoktól is. Így van. Akkor ezen sem fogunk összeveszni. Hát mi lesz itt, akkor Peti? Hát nem lesz egy jó műsor, nem lesz egy jó vezekedés belőle. Ez viccnek is rossz volt. Péter, szeretném, hogyha most beszélnénk a most már tényleg oda kenyerültünk, amiért leültünk, a körzetednek a problémáiról, a előtted álló és vállalt feladatokról, magyarul a programodról. Kérlek szépen, ezt szerintem összeszedtem én ezeket a dolgokat a szórólapomban, ami hamarosan meg fog jelenni, vagy kész lesz. Hát kezdtem az utakkal, a játszótérrel, van mit fejleszteni rajta. Akkor gyalogos átkerülhely legalább két helyen a 46-oson, amit... Melyikre gondoltál? Mert ugye Szegény Zsolti is egyet tervezett a Fűszó meg a Manki József út között. Hát legelsőnek én úgy gondolom, a legközelebbi kereszteződésben az a Rozmaring-Egri út. Igen. Kereszteződés. Csak zárójelben szeretném megjegyezni, ott van az a közkút. Például, igen. Ami szintén befolyásoló. Nem beszélve a boltról, meg nem beszélve a vendéglátó egységről. Igen, hát közkút ott is van a bicikli út mellett, a hídról lefelé jövet. Igazad van. A Csányó Csarkán, amit néhányan már közelebbről is megismerkedtek vele, abszolút rossz helyen van az, meg az egész kerékpárút kialakítás. Hát a másik kereszteződés pedig, gyalogos átkerülhet pedig kettő utcával arrébb, vagy a harmadik utca sarkára. Hát ha jól megnézzük, a játszótér felül, hogyha elindulunk a postára, el kell menni a szállodáig, hogy biztonságosan, szabályosan át tudjunk élni abba az oldalba. Még távolabbra vetítve, a Spártól gyomáig, vagyis a tendrődig nincs zebra. Hát ez kemény mondat volt, de igazad van. Úgyhogy egy kicsit több odafigyelni. Nem hiszem, hogy olyan nagy gondot jelenne ennek a gyalogátkerülőnek a megépítése. Tudom, az úton nem lehet zebra, mert a két utcából, hogyha feljövünk, az az úttest, oda nem tehetnek. A zebrát ki kell építeni még négy sáv, úgyhogy két-két oldalon gyalogjárdát, és valamelyik oldalában kell elhelyezni ezt a zebrát. Szóval hogy van ez, Peti? Mert itt már látod, meglátszik, hogy ennek már ugye utána jártál, mert én ezt például is tudom, hogy mi ez. De akkor tehát ez még a 2006-ból gyökereződik ez akkor hát utána járásod. Hát annak idején megjegyeztem, hogy igen? Ugye mondjuk legyen a Rozmaring meg az Egri, két igen? Utca egymásnak ütközik, ugye? Igen. Ott a gépjárművek haladnak át, oda nem lehet zebrát tenni, csak valamelyik oldalára a úttesnek, szóval
vagy a Rosmarin út jobb bal oldalára, vagy nem tudom, hogy van ez így, nem vagyok úti szakember, és az Egri útnak is, hogy ugye érkezési meg indulási pont legyen. Úgy komplett az útra, nem festetik rá az ebrát, érted? Ki kell alakítani egy járdát mind a két oldalon. Amelyik oda vezet az ebrához. Az ebrához, így van. Így van. Na látod, ez teljesen új volt. Az én körzetemben, hogy nevezzem így elnézést, de hát mindig ugye az embernek maga felé hajlik a kezem, mert hát természetesen, ha dönteni kellett, akkor én is azért harcoltam, akik engem oda küldtek. Itt nem voltak ilyen problémák, Péter. Azért nem értettem is. A járda és folytatását kell megépíteni. Így most már világos. És ugye, kedves nézőknek is, hogy mondjuk ezt el, mert akkor azt, annak is utána jártál, hogy megfelelő közvilágítással kell rendelkezni, tehát ott azon a területen, olyan helyen kell ezt megvalósítani, ahol például a közvilágítás eléri a nem tudom milyen mennyiségű fényérzéket. Tehát, hát, hogyha itt a Penninél, amiért te is harcoltál, emlékszem nagyon sokat, az jó nem oda tervezt. Nem bizony. Volna, hanem az egyel előrébb lévő keresztüldésbe. Nem, kettő közé. Vagy kettő közé. De mindegy, nagyon megijesztem, mert ez egy, na mindegy, igen. Utolsó harcom volt. Igen. Így van. Nagyon jól tudod te is, hogy ennek borzasztó sok feltétele van ennek a... Hogyne is, kedves nézőknek azért volt ez fontos elmondani, hogy egy laikus ember, én sem, laikus ember fel sem tételezi, hogy oda megy, megvan a sablon, kérem, veszek egy kiló festéket, és szépen fölfestem. Aztán Isten áldásával. Mit ad Isten, még a térképeken is kijavítom. Igaz? Így van. Megfelelő távolságnak kell lenni a kézebrak, ezt... És a többi, és a többi, és a többi. Így van, így van. De ez teljesen jogos és abszolút támogatandó cél, Péter. Tehát te inkább kettőt szeretnél, és teljesen jogos, mert hiszen két utca város is között, ugye a gyalogos forgalmat, a védett forgalmat, azt ezen lehet elérni. Volt szó felüljáról, aluljáról, de... Persze, ja, hát ezt most felejtsük el, ahogy van, de minden. Tehát maradjunk ennél az ebre megvalósításnál. És a többi, tovább? Igen, hát a... A közidősek nap között most már benne, beszéltünk, ez már, igen, ez egy nagyon fontos. Igen. De ez sinem van, tehát polgármester úrról beszéltünk. Én úgy olvastam, 2017 májusában alá lett írva ez a... Megvalósítás, vagy a szerződés? Szerződés, így van, így van. Azóta lebontották az önkormányzati bérlakást, és most így áll a dolog, hogy most ennek anyagi... Nem, a polgármester úr múltkori adásunkban mondta ezt el, hogy még ki kell egészíteni a pályázatot valamilyen olyan résszel, amivel, és ez természetesen utána már sinem megy a dolog. Igen. Igen, most jöhet akkor már a Berettyó. Minden jöhet, most már a program és a Berettyó az valóban is alkalmatos. Hát de mielőtt ide mennénk, és ne haragudj. Szeretném azt megkérdezni, hogy mint ott élő, és tényleg már évtizedek óta ott élő ember, mi a véleményed arról, hogy ott a Mezőtúrvárosba bevezető útszakaszon, ez az Erkel Ferenc út, a kanyartól, ugye most már lakott ellett táblát kicsit kiebb sikerült helyezni, de ez már vagy 10 éves történet, onnantól azért még mindig az átlagsebesség a 90 és a 110 között mozog. Igen. Hát erre is volt egy tervem, a volt Áfor út. Igen. Ez a semmiből vezető semmi felfestett. Ez az út a semmibe. Forgalomtól elzárt területet lehetne egy szigettel, forgalmasító szigettel megoldani szegélyekkel, kicsit kanyargósan, hogy a kamionok tényleg őrült sebességgel jönnek, mennek az úton, és a rossz útminőségnek köszönhetően ott is érezhető a út melletti házakban ez a rezonancia. Ez megoldaná szerintem, gyalog átkelő helyet nyilván megfelelő sebességgel kell megközelíteni, akkor már ez így kettő helyen megoldaná azt, hogy lassabban járjanak a járművek. A lakóterület tábla önmagában, ha már egyen, a táblákban bízunk, akkor onnantól 50 kilométerre nincs más. Szorgalmasan trafipaxoznak is, hál' Isten, és hát ennek eredményeképpen ez pozitív dolog, hogy lassabban jöjjenek ott, de inkább a kifele menő forgalmat szokták tapasztalatom szerint mérni. A befele menőt nagyon ritkán. De szerintem ez a sziget, ez hogyha meg lehetne oldani, mert ott egy hatalmas hely van ennek a megvalósításához, szerintem ez nem kerül olyan őrült összegbe. Számtalan példa van rá, Peti, a szarvasunk az ember keresztül, hogy a 44-esen leg
szép-szebb példáit látjuk. Így van. Hát, Peti, bocsánat, igen, elnézést kérek, csak hagyd vágjak meg a szabadba, mert nekem akkor volt egy javaslatom, amit, hát amit finoman szóval is úgy eltüntettek, ez a radarkontroll tábla. Ez egy tájékoztató tábla, a kedves nézőinknek mondom, akik nem ismerik a kreszt, nem feltétlenül ismerik a kreszt. Ez egy radarjel, egy kék alapú négyszögletes tábla, tehát úgynevezett tájékoztatás vagy utasítás adó táblák csoportjába tartozik, és aki vezet, az tudja, hogy automatikusan veszi le az ember a lábát a gázpedálról akkor. Csak nem tudom, hogy ezzel meg lehet-e téveszteni a sofőr. Ez nem tényleg tévesztés. Hogy ez akkor is a táblát, és közben még sincs. Nem törvényszerű, hogy mindig legyen. Csak én figyelmes akarok lenni velük szemben, és azt mondom, hogy vigyázzatok, mert itt ezen a szakaszon Trafipax működik. Ez is egy megoldás lehet. Hála Istennek, örülök neki, mert akkor remélem, hogy akkor is támogattad, mikor előadtam ezt a javaslatot, de nem volt túlzottan nagy sikere. A legolcsóbb is, hogy szerintem az egyik legjobb ideiglenes megoldás lenne. Védakapu. Véda? A védakapu, igen. Ami ott van, török szemiklóson, kifelé jövett, gyomán, igen, szintén. Igen, igen. Ott is egyből lelassít az ember akaratlan. Erről van szó. Igen. Tehát ez mind, de ehhez mind az kell, hogy a körzet képviselője ezt elkezdje, mehetőleg magá mellé állítsa az országgyűlési képviselőt, és együtt már nagyobb erővel tudnátok ezt képviselni. Én csak javasolni szeretném ezt, mert ha nincs a pótokban, akkor rám legyen. Mert ez pontosan. Tehát, és most kérlek, akkor beszéljünk a veretyóról, veretyó vízminőségéről. Nem akarok beleállni abba a sorba, soha nem szoktam nagyon sorba állni, akik ócsárolják és csak szidják ezt a dolgot. Tudjuk, hogy mi már te is fatyószerkőre gondolsz. Nem csak önmagát, nem, én már fatyószerkőben bele, meg a két farkúba is, tehát már, vagy menj, nem két farkú? Kormos. Villás, bocsánat, kormos. Villás farkú. Kormos? Kormos szerkő. Én valamilyen kormos, hagyjuk, nem ez. Tehát én belefáradtam, nem, hanem egyáltalán a jövőbe. Tehát hogyan tudnák én valami külső forrást találni ehhez, hogyha közben egy védett területet akarok úgymond számomra lehetőbbé és szebbé tenni. Időszakosan védett, azért ezt tegyük hozzá, mert most azt hiszem jó augusztus 15-ig volt. Rendben van, de ma jövőre is lesz egy június 15-től, lesz egy, augusztus 15-ig. Eljönnek a madárkák, és így van. Ennek a folyamatát nem tudom, de az szerintem nem állapot, hogy ilyen körülmények között kelljen esztétikai körülmények között átkelni itt egy embernek a városon, vagy akár, hogyha sétálni akar, vagy át jön meg az ember a hídon, akkor ezt lássa, meg ezt érezze ezt a bűzt, meg látványt. Van erre, vagy két-három terv is az önkormányzatnak? Öt. Összesen. Öt. Bocsánat, 2010-ig volt öt. Az első 92-ben szeretett, az utolsó pedig 2007-ben, ha jól emlékszem, az volt, emlékszel, a szigetes. Tudod, amikor igen, a két sarkot azt le, nagyon szép, igen. Tehát azt már csak elő kellene venni és leporolni. Így szerintem. Hasznosabbnak látnám ezeket a dolgoknak a megvalósítását, mint például egy emberkilövő csúszdit, egy városi vasutat. Nem. Ja, bocsánat, nem tudom ezt az emberkilövőt. Jó, de ahogy is nem, persze, most jutott eszembe, igen. Van, vagy akár ezt a kávézót ott az városától tetején, így van. Nyilván turisztikai szempontból biztos az is remek lenne, de ez még fontosabb a vasúti hídtól a szűkületig, a lápig megcsinálni ezt a szakaszt. Úgyhogy én nem tudom, annak idején került volna olyan 5-600 millióba lehet, de ez már így nagyon van, régen volt. Nagyon jól emlékszel rá, pontosan. Ez volt utolsó összeg. Ez kotrással, híd kialakítással, és minden mesterséges sziget kialakításával. Tehát ez mondom egy nagyon jó terv. És azóta, figyelj, hát azóta az infláció nullázódott. Tehát akkor a költségek meg megnőttek, de akkor is. Tehát megvan egy terv, amit szerintem most is el lehetne fogadni. Így van. És újra magunkévá tenni. Így van. Ha oda kerülök, akkor ezt is szolgálmazni fogom nyilván. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, Peti. Hát, 10 percünk van a beszélgetésünk. Jó, hát úgyhogy most hídon való átkelés, a biztonság, ez még ami nagyon fontos. Uh-huh. Erre is kaptunk ígéretet, hogy a gyaloghíd omladozik, azt is felújításra kerül. Akkor meg ott az egész közlekedési rendet valahogy
úgy kellene megoldani, mert hogyha a város főtér felől, hogyha megyünk, akkor a jobb oldali járda szinte kihasználatlan. Igen. Hogy azt egy kicsit megszélesíteni, hogy ott azért elfogadni. Most szűkítették, Peti. Szűkítették? Igen. Hát most akkor azt meg kellett volna szűnni. Pár évvel ezért. Lehet, hogy nem azon az oldalon, de hogy ahogy megyünk a Kertváros felé, ott a baloldali járdát nézd meg, baloldali járdaszakasz az most kb. Fél méteres. Hát egy kicsit ott több, most nem is megy, mert hogy a útfelületet azt megnövelték valamilyen szinten, és ez annak a rovására történt. De a jobb oldalira, jól emlékszel, és jól mondod, a jobb oldali járda valóban az használható, teljes értékű járdaszakasz. Tehát azon át lehet. Igen, csak nem használja senki, mert csak nem használja félelmetes, senki. Félelmetes ott. Annyira rossz állapotban van. Igen. És akkor még azt kérlek, ne felejtsük el, mert nagyon fontos, a mozgáskorlátozottaknak a közlekedését azon az oldalon lehetetlenné teszi. Tehát, de nem csak a jobb oldalon, tehát a visszerőli oldalon a járda, hanem a túlsó oldalon is nincs olyan állapotban ez az átkelési szakasz, amely nem teszi veszélyessé ezeket a kis, ilyen nem tudom minek, tornádónak, vagy nőcsencsodájának hívják, ezek a nagyon hasznos járművecskék egyébként. Igen. Bocsánat, beleszóltam, Peti, tehát ott tartottunk, hogy a járdák állapota. És gondolom, biztosan még, mert a játszótérrel kapcsolatban már említettél egy fél mondatot. Igen, hát annak idején, amikor a intézményellátónál dolgoztam, előtte meg a vízműnél, akkor azért így saját költségen csinálgattunk ott dolgokat. Hintát vásároltam oda, még mindig azok lógnak az áványon. Azóta egy pár darab ilyen bútort már tettek ki, de azért egy színvonalasabb kis focipálya, akármi csúszda esetleg, nagyon beleférne. Hát erre is van pályázat, ezt is. És úgy tudom, hogy van most már a képviselőknek ilyen elkülönített keret. 500.000 forint van körzetenként, így van. Így van. Abból nem sok mindent lehet megvalósítani. Na, de ezt hittem, hogy mondod majd, hogy mi minden, de igazad meg van, sajnos nem sok. Meg mindenre nem lehet, azt is tudom, de nagyon szeretném, hogyha a Kertváros mellé is odaállnának a képviselőtársak, úgymond, hogy ott is rendítsünk, ne csak a frekventáltabb helyeken. Peti, még szeretném, hogyha beszélnénk hát legalább két dologról. Az egyik az, hogy a Kertvárosban, említetted is, igazad van benne sajnos, hogy intézmények nincsenek. Igen. Viszont vállalkozások, néhány vállalkozás, hála Istennek most meg éppen szaporodik, és éppen a Szűcs testvérek építenek ott egy raklap, meg pótkocsi gyártó, de teljesen mindegy egyébként. De a város szélén, és nagyon helyesen, hogy a város középpontjából kikerül valahová ezek a üzemek, ezeket támogatni szeretnék, gondolom, mert ezek képviselnek minimális kötelességet. Én támogattam, és mindig is, amíg bent voltam a hivatalban, a Szűcs testvéreknek is a elképzeléseit, hogy ezen nem volna célszerű nyerészkedni, piaci áron ne vigyük túlzásba itt az árakkal való variálást, boldoguljanak, nyilván 10-15 embert ők is foglalkoztatnak, ez még csak egy terek, ezt még fel kell építeni, pályázni kell rá, nyilván teljességében önerőből ők se tudnák megoldani ezt a dolgot, vagy nem tudom, de minden forintra szükségük lesz, gondolom, ennek az üzemnek a kialakítása. Egyébként ott dolgozom bent én is a Kémaudvarban, ott vannak ők is gyönyörűen. Na tudod, ezt nem is tudtam. Így van. Tudod, és kedves nézőnek is szeretném annyira figyelmébe ajánlani, hogy amikor 90, most már meg nem mondom, de 94-95 esetleg lehetett ez az év, amikor a Rafi megvásárolta a városi mázsaháznak a területét. És akkor mi mindenek voltunk, akik mi ezt a döntést szorgalmaztuk. A mély telepre gondolsz? A mély telepre gondolsz? Nem. A mázsaház azzal mérték le a leadásra szánt disznókat. Ja, a Kertvárosban? A mázsaház, ahol most a Rafi, ami ahol van. És látjátok, és kedves nézőinknek is, hogy ajánljam, hallgatóinknak is a figyelmébe, hogy most mi van most, ha nincs mázsa, na bum, akkor nincs mázsa, mert lassan már malac sincs a házaknál. Igen.
De ugyanakkor a Rafi viszont, nézzék meg, hogy mivel nőtte ki magát, hála Istennek. Igen. Hogy majd 6-700 embernek a munkáját, a megélhetését biztosítja. Akkor most érdemes volt fölvállalni ezt a konfrontációt akkor? Kockázatos volt, mert ennyi erővel be is csődölhetett volna. Nem tudtuk Igen. még akkor, hogy nem Igen. is tudjuk most sem, hogy mi lehet belőle. És te sem fogod tudni, Peti. De neked kötelességed lesz, azt hiszem, a mérlegelés és a döntést meghozni. Igen. Nekem ez a véleményem erről. De Ága Peti, hát az időnk úgy kezd lassan a vége felé járni, és most már annyit szeretnék csak tőled megkérdezni, hogy ha súlyoznánk, tehát hogyha most ott te, mikor szeptember 9-én, 10-én mondjuk beülsz a, nem fogsz, de 10-én, mármint úgy, bocsánat, tehát még akkor az esküt le kell tenni, meg megvárni a következőt, mindenkit. Mit tartasz, mit akarsz legelőször megcsinálni és megtenni? Mi a legfontosabb a Kertvárosnak? Ez szerintem minden fontos, amit itt felsoroltunk, meg kiveséztünk. Az emberek biztonsága, a folyamatban lévő dolgok megvalósítása, és ami nem kerül annyi anyagi áldozatban, azt minél hamarabb megvalósítani. Én szerintem ez amit egy egyszerű dolog, de mégis áthalad az ember felette, úgy átsiklik, ezt szorgalmazni. Szám van, mondani kell, és akkor áthaladunk valamire. Mit, mégis ha most meg kellene nevezned, akkor mi az a tevékenység, ami nem kerülne annyi pénzbe, és mégis látványos fejlődést tudnál egyből, javulást, nem fejlődést? Rengeteg gyerek van a Kertvárosban. Hála Istennek tett hozzá, és azért akartam én itt neked ezzel is vitába szállni, de annyi mindennel kellene, hogy nem erről szól a dolog, hogy bizony nagyon sokan kiköltöztek, fiatalok. Úgyhogy a mi ifjúsági lakótelepünket azt már nyugodtan már másnak kellene nevezni, és a fiatalok viszont oda mentek. És ezért jó, amit mondtál, a játszótér, ezért a közlekedés biztonsága, mert hiszen a gyerek az a legfontosabb, arra nagyon kell vigyázni. Így van. Tehát amit... Mondjuk lehetne, akkor ezt. Jó. Ezt. És ebben meg is tudunk egyezni. Így igaz. Nagyon jó. Péter, kedves, én nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, hogy sok mindent megbeszéltünk, de sok mindent nem, meg néhány dologban úgysem fogunk egyetérteni, de ez már így is marad. Úgyhogy ezen nem kell csodálkoznunk. Én annyit szeretnék még tőled kérni, hogy zárszóként a kedves nézőknek, a választópolgáraidnak mit üzensz, Péter? És ezt kérlek ebbe a kamerába, mert hiszen ők itt vannak. Jó, rendben. Én azt szeretném kérni a választópolgároktól, hogy olyan embert választanak, akivel közvetlenül nap mint nap tudnak kapcsolatot teremteni, ott lakik a körzetben, és a nem utolsó sorban szeptember 9-én menjenek el szavazni. Ez a legfontosabb. Nincs mit hozzátennem. Köszönöm, Péter. Főleg azt köszönöm, hogy ennyire korrekt voltál. Ugyanis tanulja voltam már annak is, amikor valaki nem a saját programjával foglalkozott, hanem a másik programjának a, nem szeretem én se a saját szakulásából. Nem vagy olyan ember, úgy gondolom. Nem. Adjon az Isten neked erőt, ha sikerül ez a megpróbáltatás, akkor pedig kitartás a munkádhoz. Nagyon szépen köszönöm, további jó munkát kívánok is. Köszönöm szépen, Péter. Én pedig nagy tisztelettel köszönöm kedves nézőinknek a figyelmet és kedves hallgatóinknak is. Jövő héten Bíró Imre úr lesz a vendégünk ugyanebben a műsor folyamban, hogy nevezzem így, ami még 3 hétig tartani fog egészen a választásokig, majd utána Uzsoki János és legvégül pedig Kovács Mihály, a sors így hozta. Úgyhogy majd velük is beszélgetünk. Péter, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, kedves nézőinknek, még egyszer a figyelmet. Kedves sokan, viszont hallásra!